kerékpárt lehetett nyerni a horgászbál tomboláján. A programra érkezők mégsem elsősorban emiatt, hanem egy közös beszélgetés, szórakozás reményében jöttek a rendezvényre. Meg azért is, mert a jó horgász nyitott szemmel jár, és nem szégyel tapasztalatot gyűjteni a gyakorlottabbaktól. Maga a bál immár több éves hagyományra tekint vissza, és mint kiderült, folyamatosan fejlődött, ma pedig már teltházas programként tartják számon. De a horgászbálat most már 5. alkalommal rendezzék meg Gyula városában. Az első alkalommal még régen, a 5 évvel ezelőtt a Termál Campingben rendeztük 63 fővel, most már ott tartunk, hogy teltházat tudjuk megrendezni, és hál' Istennek nem kell meghirdetnünk, mert akik voltak már jelenkednek elő, hogy ki ne felejtsük őket a horgászbálból. Hát összehozza a horgászokat, és nem csak a horgászoknak szól ez a bál, hanem bárkinek, aki szeretne bulizni együtt a horgászokkal. A tavalyi évet alapvetően jónak értékelhették a gyulai horgászok, akik abban bíznak, az idei sem lesz rosszabb, és sokkal kerül majd a szálkokba. A horgászok számára bízom benne, hogy jó évet zártak. Mi, mint Egyesület, a Munkács és Sporthorgász Egyesület nagyon jó évet zártunk, de a horgász is olyan, mint a más ember. Kicsit türelmetlen, mindig jobbat szeretne. Mi meg arra törekszünk, hogy jobb és több hal kerüljön a vízbe, többet fokassanak ki. Idén, megmondom őszintén, még több halat szeretnénk telepíteni, és szeretnénk több horgászversenyt is rendezni. Ezzel a tavunk színvonalát tudnánk emelni egy kissé. A program és a horgászat egyik fontos üzenete, hogy próbáljunk meg harmonikusan együtt élni a természettel. Óvjuk, ápoljuk azt.